A 2004-ben privatizált Mezőhegyesi Ménes Birtok ZRT-t a kormány mintegy 2 milliárd forintért vásárolta vissza. Ennek és a korábban is állami tulajdonú Ménes Kft.-nek az összevonásával alakulhatott meg a Nemzeti Ménes Birtok és Tangazdaság. Az új állami tulajdonban lévő szervezet 10 000 hektáron fog gazdálkodni, és 400 alkalmazottja lesz. A következő évek az újjáépítésről fognak szólni, fogalmazott Lázár János miniszterelnökséget vezető miniszter Mezőhegyesen. Az a tervünk, hogy a miniszterelnökségnél közvetlenül a miniszterelnök közelében marad a szervezet, azért, mert összkormányzati ügyről van szó, nem csak a földművelésügyi ágazatot, hanem az oktatási ágazatot is érinti ennek a szervezetnek a tevékenysége, hiszen nem csak mintagazdaság, hanem tangazdaság, nem csak ménesbirtok, hanem tangazdaság is lesz a következő időszakban. Tehát megtartjuk a ménesbirtok hagyományait, ami a genetikailag kiemelt jelentőségű, tradicionális a magyar lófajták tovább tartását, nemesítését és a fajtákkal való foglalkozást jelenti, de emellett szeretnénk, hogyha a magyar agrár középfokú és felsőfokú képzés intézmény rendszerébe is be tudnánk kapcsolni az új tangazdaságot. A kormány még decemberben 1 milliárd forintos támogatást nyújt a cégnek működőképessége fenntartásához, és 2x5 milliárd forintos fejlesztést tervez. Ebből egy a 21. század legmodernebb technológiájával felszerelt szárító és tároló kapacitását hozzák létre. Modernizálják a tehenészetet, és 32 műemlék épületet újítanak fel. A kabinet jelentős ménes állományt hozna létre a Magyarországon honos lófajtákból, továbbá a térség oktatásának és turisztikájának fellendítését is célul tűzte ki.